Összesen kilenc jársági díjazott van a jársságból. Jászapátiról, Jászberényből, Jászdózsáról, Jászladányról és Újszászról. Tulajdonképpen nagyjából egy 50 körüli díjazott van minden évben a megyéből. Ennek nagyjából a 20%-a ide került most a járságba. Rendhagyó módon egészen korán augusztus 14-én szervezte meg a Jásznakon Szolnok megyei önkormányzat az augusztus 20-ához kapcsolódó megyei díjátadást, mindez szigorú egészségügyi előírások mellett. A járságba érkezett díjak sorában Jásznakun Szolnok megye egészségügyi díjában részesült dr. Ócsai Antal belgyógyász, anesteziológus és intenzív terápiás főorvos, a Szent Ezsébet kórház orvosigazgatója. Megyei közművelődési díjjal tüntették ki Bukor Irént, a Jászapáti Pályar Antal művelődési ház igazgatóját. A Jásznakun Szolnok megyei művészeti díjat idén az újszászi népi díszítőművészeti szakkörnek ítélték oda. A megyei pedagógiai díjat többen is megkapták, Papni Szabó Gabriella a Jászlekoszolnok megyei pedagógiai szakszolgálat Jászberényi tagintézményének gyógypedagógus logopédusa és logopédiai munkaközösség vezetője, valamint Réz István, a Jászapáti Gróf Széchenyi István katolikus középiskola és kollégium matematika szakos pedagógusa, Kántor, a templomi énekkar vezetője. Urbán Ferencet a Jánszapádi Gróf Széchenyi István katolikus középiskola és kollégium testnevelés gyógytestnevelés szakos tanárát pedig Jászakon megye testnevelési és sportdíjával ismerték el. A megyei önkormányzati és közigazgatási díjat idén Lovász Imre Jászladány nagyközségi önkormányzat jegyzője vehette át. A megyei szociális díj tulajdonos ebben az esztendőben Donajka Istvánné Jászladányi szociálpedagógus és a Jászabáti Család és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere. Jászlökun szólnak, hogy a rendészeti és közbiztonsági díját pedig Bertalan László, a Szinti Jászladányi Nagyközségi Polgárőrségi Egyesület elnöke kapta. Dobozi Robert, újszázváros első ember az Év Polgármestere díjban részesült. Önkormányzatokat is díjaztak, idős barát címet kaptak János Hida és Jász Szent András községek. A díjazottaknak szerkesztőségünk nevében szívből gratulálunk!